Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV hétfő esti híradóját látják. 2023. július 31-én, este 7:30-tól. Nyáron is a röplabdája a főszerep, a TFS-e Kalocsa idén is megrendezte szokásos nyári táborát. 22 csapat gyújtott a bográcsok alá a 12. Szelidi Halászléfőző Fesztiválon, bajaiakhoz került az aranyérem. Remek hangulat övezte a falunapot Miskén, kitüntetéseket is átadtak a település legnagyobb közösségi rendezvényén. A TFS-e Kalocsa idén is megrendezte szokásos nyári táborát a fiatalok számára, ahol az U11-től U20-as korosztályig mindenhonnan érkeztek gyerekek. A 38 fős csoporttal többek között a kalocsai edzőstáb is foglalkozott. Ügyesen járt a labda egyik kézből a másikba múlt héten a katolikus intézmény torna csarnokában, hiszen hagyományok szerint itt tartották meg a fiatalok körében oly népszerű röplabdatábort. Igazolt tagok, illetve azok, akik még érdeklődnek a sport iránt, eljöhetnek, kipróbálhatják magukat 5 napon keresztül. Idén is megrendeztük, július 24 és 28-a között, ahol Budapestről érkeznek hozzánk edzők, illetve mi itt a kalocsai stáb foglalkozunk a gyerekekkel. Az U11-es, 13-as, 15-ös és 17-es csapatunk képviseltette magát idén 38 fővel. Őket edzette Kovács Ágnes, Korsós Anikó, valamint jó magam Kalocsáról. Ez a tábor nem jöhetne létre, hogyha a katolikus iskola, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete és a Viterra cég nem dolgoznak közösen azért, hogy a gyerekeknek mindent meg tudjanak adni. A napi program 3 gyakorlati és 1 elméleti edzésből állt. 3 pályán dolgoztunk, és érkeztek hozzánk Benke Póra Alexandra, az NB1-es csapatunk másodedzője, és Joel Olazábal Herrera, egy kubai edző, aki a válogatott mellett is dolgozott Kubába, és már egy éve az NB1-es lányoknak a vezetőedzője. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a lányok tőlük is tudtak tanulni. Hétfőn érkezett Kocsis Attiláné Gabi néni, aki kedden tudott minket meglátogatni, mert 95 éves és ki kellett pihennie a fáradalmakat. Őt mindig nagyon várják a gyerekek, és egyéb meglepetésekkel is készültünk számukra. A szervezők több újdonsággal is készültek a táborozók számára, és a hétvége felé pénteken a kalocsai uszoda vette át a főszerepet. Mindannyian tanultunk, elmondható ez a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt, mivel azért Joel nem volt hozzászokva az utánpótlásnak az edzéseihez, így ő is tanult Alexandrával együtt, mi is tőlük, a gyerekek meg ugye természetesen mindannyiunktól. Ennek is örültünk, mert az egyik játékosunk évközben elvégezte a játékvezetői tanfolyamot, és már aktív játékvezető a Magyar Röplabda Szövetségben, így őt is felkértük a hét folyamán, hogy tartson előadást, és versenyeztesse meg a gyermekeink tudását. Nagyon sok jó versenymunka érkezett. Illetve volt még szerdán egy olyan meglepetésünk a gyermekek számára, mindig próbáljuk tágítani a látókörüket, hogy a Csepeli iskolából 3 kadét érkezett hozzánk, akik önvédelmi oktatásban és egyéb küzdősportokkal ismertették meg a lányokat, ami kifejezetten tetszett nekik. Pénteken pedig már egy lazulósabb nappal terveztünk, a kalocsai uszodában töltöttük ezt a családi napot, ahol a szülők és edzők idén sikeresen 3-2-re győzelmeskedtek a gyerekek felett. A jól megérdemelt nyári pihenést követően szeptembertől újból elkezdődik a várva várt bajnokság a fiatalok számára. Az idén 12. Szelidi Halászléfőző Fesztivált a versenyzők és az üdülőfalu lakói, vendégei ezúttal is a hal szeretete melletti töretlen elkötelezettséggel és páratlan hangulatú baráti találkozókkal köszöntötték. Az előző halászléfőző verseny törzsfőzői, csapatai, a köréjük gyűlt társaságok, vendégek idén sem maradtak távol, de azért újak is akadtak. Nagyon régi barátok vagyunk, talán 30 éves múltra tekintünk vissza. Fekete János, Farka Zoltán, Romek György. C-pont bácsi név alatt vállalta ezt a feladatot. A névadónkat nem szeretném megnevezni, a múzsánkat nem szeretnénk megnevezni. Mi vagyunk a Nagy Gábor, az öcsém, barátom, Attila, a halászlé bajai jellegű, és jó, reméljük. A csapat
hogy is mondjam, a barátom, meg a barátom. És a harmadik az már elesett a csatába. Sajnos majdnem egyedül maradtam ebbe a László főzésbe. Hello, sziasztok, mi vagyunk a Farmon Team. Itt a környékre jöttünk, Dunapatal, Solt, Dunaföldvár, Madocsa. És egy madocsai halászt szeretnénk főzni. Csapat nevünk Iti és Kis Iti, a kislányommal főzik a halászlevet, ez egy vegyes halászlé. Az ételkínálat leginkább halászléből állt, de a résztvevők készítettek halpörköltet, sült és rántott halat, és házi süteményekkel is kedveskedtek a vendégeknek. Egy közös hozzávaló volt minden csapat étkében, az egészséges önbizalom. Sima, hagyományos bajai halászlét főzünk, ponyból, az a 45 perces halászlé. Aranyhalból készült a halászlé, szerintem tudjuk, hogy még finomabb. Ettől is drágább. Illetve az optimizmus jellemző leginkább a csapatunkra, bízunk abban, hogy minden jó fog alakulni. Nézzük abban, hogy dobogósak leszünk. Tudod, hogy ez a legjobb? Hát ez hülye kérdés volt. Alapú. Nem tudjuk, hogy sikerült, de így sikerült. Nem is akarunk nevezni, bevisszük, lesz, ami lesz. Jó teszünk, jó érezzük magunkat. És a Sziráki úrnak ma van az 50. születésnapját ünnepeljük. Remélem, hogy pezsgőbontás lesz és torta szeletelés. Nagyon finom halászlé főzött a barátom. Nem is ettél. Köszönöm. Ez csak az lehet. Tomi, ez csak az lehet. Ezt mi főztük, ez bió az egész. Bió? Hát, tudai, ez csak tiszta hal. Minden bió. És gázolaj, az az igazi. Minden bió. Hagyomány szerint pákás levet főzünk, ami a pákászok a el nem adott árúból vegyes halászlét főztek, ebben is van kárász, van benne törpeharcsa, van benne egy pici amúr, ponty, szürkeharcsa, tehát igazi vegyes halászlevet fogunk készíteni, vagyis hát készítünk, és nyilván azt gondolom, hogy nyugodtan kezdhetik a rágravírozást az első helyre a trófeára, mert azt mi visszük el természetesen. Azt azért leszögezzük, egy versenynél nincs helye az érzelmi diskurzusnak, és ez a megállapítás a halászléfőző versenyre is igaz. Nem volt tehát könnyű feladata a Benke Csaba, Kovács János, Senta Gábor alkott a zsűrinek. A 12. Szittyótéri Halászléfőző Fesztivál első helyezettje végül Gyukics István lett Bajáról, a Vándorkupát ő vihette haza. Második helyen Iti és a Kis Iti, apa és lánya végzett, míg a harmadik helyezést az éveken át első helyezést elért Német Antal érdemelte ki akasztóról. Színes programok várták azokat, akik kilátogattak szombaton a Miskei falunapra. A település legnagyobb közösségi rendezvényén számos kitüntetést is átadtak, köztük a díszpolgári címet is. Már 10 órakor elkezdődtek a programok a július utolsó hétvégéjén tartott Miskei falunapon, amelynek a sportpálya adott otthont, ahol a legkisebbeket ugrálóvár és mesebusz is várta, de az idei év újdonsága a retrógép kiállítás is nagy sikert aratott. A község legnagyobb közösségi rendezvénye, ami évről évre megrendezésre kerül. Tavaly évben tértünk át az augusztus 20. időpontról a július utolsó hétvégére. Nagyon nagy sikerrel úgy veszük észre, nagyon sok látogatóval. Ezt a programot azért tettük át erre az időpontra, mert úgy gondoltuk, hogy augusztus 20-án nagyon sok helyen van program, így próbáltunk időpontot választani, ahol kicsit kevesebb van, és így a vidéki nézőközönséget is érdeklőket bevonzani. Nagyon sok programunk volt a mai nap folyamán. 10 órától ugráróvár várta a legkisebbeket, és a Bács-Kiskun megyei önkormányzat mesebusza is látogatást tett a településen 17 óráig. Meglepetéssel is készültünk a kicsiknek, mert 14 órától habpartit rendeztünk nekik a Hajósi Önkéntes Tűzoltó Egyesületen az edzőpályán. Emellett 10 órától először retrógép kiállításra került sor itt az edzőpályán, ami meglepően nagyon sok érdeklődőt vonzott, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jövőre biztos, hogy ebbe az irányba is elmozdulunk. Nagyon sok műszaki érdeklődésű emberke megjelent vidékről is, sőt Kalocsáról is érkeztek veterán autósok, aminek nagyon-nagyon örülünk. Elsőleges szempont az volt, hogy Miskéről szedjünk össze régi traktorokat, motorokat, és szépen össze is jött több mint 20 jármű, emellé még a vidékiek is csatlakoztak. A falunapon ünnepi beszédet mondott dr. Serfőző Csaba polgármester, melyben a szomszédunkban dúló háború hatásairól, energiaválságról, az utóbbi időszak nehézségeiről és kihívásairól, valamint az elért eredményekről és a tervekről is beszélt. Majd a kitüntető díjak átadása következett. Beck Regina közszolgálat területén végzett 3 évtizedes munkájáért, H.R. Bakherné Huszár Enikő az oktatásban végzett 38 éves munkájáért, Csatai Gábor Zoltán a Polgárőr Egyesület elnöke a közrend és közbiztonság területén végzett tevékenységért,
Prohászkáné Tamaskó Szilvia és Prohászka János pedig ifjúságnevelés kategóriában a Miske Drágszil hagyományőrző együttesben végzett munkájáért részesült Miske községért elismerésben. A falunap keretében a díszpolgári címet is átadták a színpadon. Díszpolgári címet is adományozott a képviselőtestület, Kollár Péter urat, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztály vezetőjét részesítette díszpolgári címben, mint Miske szülöttét. A délután során a Miske Drágszil hagyományőrző együttes és az Őcsényi Bogár István hagyományőrző egyesület néptáncosai kápráztatták el a közönséget produkcióikkal, majd 19 órakor Sasvári Sándor állt színpadra. A vacsorát követően Kollányi Zsuzsi szórakoztatta a közönséget, az éjszakában nyúló retro diszkón pedig DJ Aquarel gondoskodott a hangulatról. Mint korábban beszámoltunk róla, Szabóné Juhász Ildikó a Csokonai Tagovoda eddigi vezetője veszi át Kalocsa város óvodája és bölcsödéjének vezetését augusztus közepétől. Az intézmény új vezetője televíziónknak elmondta, célja, hogy a pedagógus gyermekszülő hármas pillére megvalósuljon és jól működjön, valamint a digitalizáció fejlesztése felé is szeretne lépéseket tenni. Július 17-én zárt ajtók mögött döntött a képviselőtestület az új intézmény vezető személyéről, aki 2023. augusztus 16 és 2028. augusztus 15-e között vezetheti majd Kalocsa város óvodáját és bölcsödéjét. A grémium döntése értelmében Szabóné Juhász Ildikó a Csokonai Tagovoda eddigi vezetője irányíthatja majd az önkormányzat legnagyobb intézményét. Mindenképpen szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Kalocsa város önkormányzatának, hogy e szép feladattal megbízott, és a Kalocsa város óvodája és bölcsödéje intézmény 5 éves vezetésével megbízott. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép, izgalmas és feladatokkal teli, felelősségteljes feladatot kaptam. Igyekszem erre mindenképpen az elkövetkezendő 5 évben rászolgálni. Szabóné Juhász Ildikó továbbá kiemelte, feladata és célja, hogy tovább folytassa a megkezdett munkát a hatályos törvények, rendeletek betartásával, az önkormányzat, mint fenntartó igényeinek figyelembevételével, az intézmény zavartalan működését biztosítva. Továbbá a céljaim mindenképpen között szerepel, hogy a hármas egység, a pedagógus, gyermek, szülő hármas pillére megvalósuljon, jól működjön, kölcsönös bizalomra épüljön. Ez elengedhetetlen a zavartalan és sikeres intézményi működéshez. Mutatott rá Szabóné Juhász Ildikó, aki a digitalizáció fejlesztése felé is szeretne lépéseket tenni. A jövőben egy olyan millió kialakítását szeretném megvalósítani, ahol a pedagógus jól érzi magát a munkahelyén, a gyermekek nagyon szívesen örömmel jönnek az óvodába, és a szülő bizalommal van irántunk. Ez elengedhetetlen a gyermek személyiségének kibontakoztatásához, és hát természetesen nekünk feladatunk, hogy az új életszintére felkészítsük a gyerekeket, ez nem más, mint az iskola. A dolgozóknak, és itt kiemelten a pedagógusokra gondolok, fontos lenne a munkájában egy kicsit könnyíteni, és ezért arra gondoltam, hogy a kötelező dokumentációinkat digitalizálnánk, és ezáltal levennénk egy kicsit a terhet a vállukról, így a gyermekekre nagyobb fókusz kerülne. A július 15-ével hatályba lépő pedagógusokat érintő életpályatörvény kapcsán is számos feladat várja majd az új intézményvezetőt. Ezen a területen akadnak majd bőven teendőink, tehát beiktatásom után, tehát augusztus 17-től beindul a munka, és hát az első feladatom lesz mindenképpen szeptember 15-éig az erre vonatkozó törvényi szabályokat ismertetni a dolgozóimmal. Szabóné Juhász Ildikó érdeklődésünkre továbbá azt is elárulta, milyen értékeket visz magával tovább a Csokonai Tagovodából. Hát a kisbottyomba derű, elköteleződés, a derű mellett természetesen a jókedv, a munka szeretete, az együttműködés, a dolgozókkal való jó összhang és együttműködés az, ami az én kis tarsolyomban van, és ezt szeretném továbbvinni magammal, és ezt szeretném, hogyha megvalósulhatna intézményi szinten is. Mérföldkőhöz érkezett a Kékmadár Alapítvány, amely az idei fesztivál 7 millió forintos rekordbevételével átlépte a 100 millió forintos határt.
osztotta meg televíziónkkal Lakatos György fagott művész főszervező, aki a jövő évi 32. Kékmadár Fesztivál időpontját is elárulta. Az idei évben is változatos és színes programokkal várta a művészetkedvelő közönséget a Kékmadár Fesztivál, amelyen kitűzők vásárlásával állhattak a nemes kezdeményezés mellé a fesztiválozók. A június 2. és 4. között megrendezett 31. Kékmadár Fesztivál végül rekordbevétellel zárult, így több mint 40 beteg gyermek gyógyulását tudják segíteni. Mindig is jó sikerült a Kékmadár, és mindig az a kérdés, hogy melyik volt a legjobb, megyünk előre, hogyan haladunk a bevételeinkkel. Idén tényleg, sőt az elmúlt egy-két évben köszönhetően a kaocsai közönségnek, hogy ennyire pozitívan állnak a fesztiválhoz, ennyien sokan eljönnek. Köszönhetően, hogy itt a Sétáló utcában csináljuk az egészet. Egy kicsit ilyen sikerült a városi összetartást, vagy összefogást, vagy csapatépítésnek szokták ezt mondani a mai világban, hogy itt vagyunk, és ilyen fantasztikus közönség jött össze, köszönhetően a kitűzőknek, a kitűzőpontoknak, az önkormányzat támogatásának, az MVM-nek, az Andának, akik ebben segítenek a gyerekek rajzolásának, sorolhatnám a rengeteg támogatót. Szóval az idei fesztivál még a tavalyinál is talán jobban sikerült, vagy legalábbis a bevételünk talán még egy fokkal nagyobb lett. Úgyhogy úgy alakult a helyzet, hogy 46 gyereket, idén 7 millió 16 ezer forinttal, így jött ki valahogy a számolás, hogy a több kategóriába támogatjuk. És most ebből a 7 millió forinttal idén átléptük a 100 milliós határt. Amit én már ugye az évek óta úgy reménykedem, hogy ez létre fog jönni, és elértük a 100 milliót. És megmondom, hogy szintén büszke vagyok magunkra, hogy azért 100 millió forint, a 100 millió forint, ezt most ne ragozzuk, az egy nagyon komoly pénz. Egy magánalapítványnak egy kisvárosban vagy nagyvárosban, ahogy hívom Kalocsát, hadd hívjam nagyvárosnak, azért ennyi pénzt összeszedni azok után, hogy például az első 5-6-7-8-10 évben még tízezrekkel, százezrekkel tudtunk segíteni a gyerekeknek, meg eszközökkel minden fél évvel, de most már azért hosszú ideje, mert a pályázatokat írunk ki beteg gyerekek családjainak, azóta fölment millió fölé, aztán 1-2 millió fölé. Tehát azért az átlag, ha kiszámoljuk, az azt jelenti, hogy évi 3 millió körülbelül a 30 év alatt, de ez inkább sokkal több, mert az első 10 év az még komoly küzdelem volt, hogy támogatókat szerezzünk. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, és borzasztóan örültem ennek, amikor az elszámolást csináltuk. És hát valóban egy pár percre, ahogy írtam is a közösségi oldalon, hogy az ember megáll kicsit megveregeti a többiek vállát, meg egyáltalán még néha a saját vállát is szerintelenül. Lakatos György érdeklődésünkre elmondta, hamarosan Hódmezővásárhelyre utazik, ahol mesterkurzus tart és koncertet ad, majd az Zempléni Fesztiválon is részt vesz. Augusztus 20-án pedig édesanyja dr. Lakatos Istvánné kiemelkedő tanári munkájáért veheti majd át Kalocsa város polgármesterének kitüntető díját, azonban a munka és a fesztivál szervezés a nyár során sem áll meg. Nincs megállás, ahogy ígértem talán a médiában is, hogy szeptemberre összeáll a műsor, már a műsor talán 50%-ával megvagyok jövőre, mert az mindig nagyon sokat segít, hogyha időben elkészül a műsor, tehát jobban föl lehet készülni. Az elmúlt évben rengeteg egyéb elfoglaltságom volt, ami elvonta az időmet, de most kész van a műsor, szeptemberre kész lesz a műsor, tehát most megígérem itt is, hogy szeptemberben csinálhatunk egy riportot a kész műsorral, és most ki van tűzve a következő mérföldkő, a 200 millió forint, ami, hát hogyha ilyen elképesztő támogatottságunk van a kalocsaiak meg a támogatók részéről, akkor az 10-12-3 év. A főszervező azt is megosztotta a televíziónkkal, hogy a 32. Kékmadár Fesztivál június 14-én, 15-én és 16-án kerül majd megrendezésre. Nekem mindig ilyenkor a Meszesi út jut eszembe, ha megyünk ki a Dunára. Mikor régebben kerékpárra mentünk ki, meg most is néha kimegy kerékpáron. Az első kanyar ott van az 1 kilométeres kő után. Utána jön az a hosszú egyenes. Ugye 3 egyenes van a Meszesi útban. A hosszú egyenes az nagyon hosszú. Főleg, amikor régen még Macskakövön mentünk kifelé, ott a 3 kilométeres kő ott van a fordulóban, tehát nekem ez jut eszembe mindig, amikor erre a Kékmadárnak a következő mérföldkövére gondolok, hogy
Most egy hosszú egyenes jön, de látható az a cél, amit szeretnénk elérni. És ahogy mondtam, annak idején az alapító okiratban cseppenként telik meg a tenger. Most szerintem elég sok cseppet belehortunk ebből a 100 millió forinttal, de még mindig nincs tele a tenger. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!